mai videóban egy úgymond díszes dobozt fogunk elkészíteni, ami így fog kinézni. Én a tetejét is díszítettem. Ehhez kelleni fog ecset, vagy ilyen kis nyomós valami. Nem tudom, hogy hívják. Kelleni fog festék, ugyebár egy kis díszítő anyagok. És azt te döntöd már el, hogy szeretnéd, hogy ilyen élénkebb színe legyen, akkor így akkor szükségünk lesz bármilyen újságpapírra, sima papírra. Én sima A4-es papírt használtam. Most már elfogyott neked, szóval nem tudom megmutatni. És hogyha esetleg nincsen otthon egy csomó folyékonyag, azt tudom, hogy körbevenni, vagy a többi mekkora dobozba, akkor csinálhatsz egy körülbelül ilyen állagú ragasztót, amilyen egy óra körül lesz ilyen, de én még nem úgy ragasztott. Nem vártam egy órát. Csak így edzés után. Megnéztem. Na. A biztonság kedvéért tegyél ide valamit, amivel időnként megtörled a kezedet. Ezt a ragasztót úgy kell elkészíteni, hogy beleteszel a lisztet, és egy bögre vizet. Majd jól összekevered, és a maradék vizet is. Már itt attól függ, mennyi maradék, még hozzáteszel egy kis vizet, és csomó mentesen összekevered. És akkor már ilyen kenhető lesz. És jól fog ragadni. Hogyha azt akarod, hogy esetleg jobb legyen, bár én nem csináltam, és nem is tudom, hogy milyen lesz, hogy a kipróbálod, beleteheted egy óráig ülni. Nem tudom, hogy ez mit jelent, valószínűleg beteszed a videóba, de én, és én nem vagyok olyan tapasztalt. Na most kezdjük el. Én, ez még csak egy kezdetleges videó, szóval nem tudtam én jól összevágni, meg ilyesmi. Előre meg kellett csinálnom, mert különben túl hosszú lenne, körülbelül egy órás lenne ez a videó, azt pedig csak nem fogjátok végignézni, én kifestegetem. Na most, a ragasztóval ráragasztjuk ilyen... Hát így ráragasztjuk ezeket a letét, mert előtte szét kell így tépni a lapokat, és ilyen rétegesen ráragasztani. Figyelj, egymásra is ragaszthatjátok, az nem probléma. Én úgy csináltam, aztán jöhet a festés. Megvárjátok, hogy megszárad, és jön a festés. Én a festést úgy csináltam, hogy látom, hogy hol vannak így a papírnak így a vége, így a tépésnek, és úgy festem le, hogy egy ilyen kis papír festeni tépés egy színű lesz, és másmilyen pedig már másik színű, és ezért ilyen lett. Itt ez meg ez, ezt ilyen másmilyen színekkel díszítettem. Nem sikerült olyan jól, de elfogadtam. A tetejét pedig úgy csináltam, hogy ugyanilyen ragasztóval, ilyen kis ezzel így beletettem, és ilyen festményeket tettem ide. Azzal ragasztottam ezeket így körbe. Ezt pedig úgy csináltam, hogy van ilyen kis kocka kiemelő, amit egy ragasztás akkor így kiemelő. Nem tudom, mennyire látszik, hogy ki van ezen be. Na most, a doboz elkészít, ugye már kifestetted, akkor nagyon ügyes vagy. Aztán, hogyha az aját is ki szeretnéd festeni, kifestetted, én nem festettem ki, mert jelenleg kevés a festéken. Egyébként én ilyen déko festéket használtam, amiből rózsaszínt, zöldet és sárgát használtam, valamint egy ilyen nagy ecsetet. És érdemes előkészíteni vizet, amiben így az ecsetet áztatod. Ez most nekünk most van a bocsánat. És nos, ha tetejét díszíted, akkor díszíted, aját kifesteted. Hogyha tetejét festeni szeretnéd, ugyanúgy fecsniket ragasz rá. És már kész is van a dobozunk. Na, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, lájkoljátok. Sziasztok!